Előkészületek a szovjet filmhétre. Folynak a szovjet filmhét előkészületei. A magyar filmszakma dolgozói nemes igyekezettel fokozzák az ünnepi hét hangulatát. A grafikai műhelyben öles plakátok készülnek, hogy méltóképpen fejezzék ki a szebbnél szebb szovjet filmek jelentőségét. A mozik feldíszítve várják közönségüket. Egy héten keresztül a világ filmművészetének legszebb alkotásaival gyönyörködtetnek bennünket. Újabb bemutató mozit kapott a munkásság. Kispesten a Royal mozgóban, Pesterzsébeten a Teatra moziban látja ezentúl a belvárossal egy időben a peremvárosok népe az új filmeket. Hallod, de Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. A sebbajú, gyer Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi. Kaphatnák két helyet, három helyet, hatra? Semmi jegyünk egész hétre nincsen, kérem. Ezután kezdődhet az zarándokút moziról mozira. Az elmúlt 10 év alatt közel 2 milliós város lett Budapest, de a meglévő mozik száma csökkent. Bár gyakran adnak kitűnő filmeket. Már is holnapra semmi jegyem nincs. A budaiak kedvelt mozia az egykori 700 személyes budai vigadó, ma az állami népi együttes próbaterme és díszletraktára. Idegeneknek tilos a bemenet a gépműhelyé változott körúti nyugatmoziba. A keleti melletti kapitol tűzveszélyes, állapították meg a szakértők. Ma egy autójavító működik a moziteremben. De ajánlanánk egy új mozit ide a Rákóczi útra. A képzelet déli bábját cseréljük fel egy szívvidító valósággal. Üdvözöljük az első fecskét, az Üllői úti 1000 személyes mozit. Az egykori lovarda az Alfa nevet viseli. Várjuk a bétát, a gammát, s ha a görög ABC végére érünk, bízvást reméljük, megszűnik a mozi hiány Budapesten. Tessék, kérem, vigyekezni, mert megy a híradó. Köszönjük szépen. Térdre, te bizony, Cibéza, a plakát 18 éven felülieknek hirdeti a filmet. A gyerekek mégis úgy mennek szüleikkel a moziba, mintha csak mesefilmet vetítenének. A mozi egy mellé 2 forintos belépőt váltanak a gyerekek részére. És míg a szülők a filmet nézik, a gyerekeket diafilmvetítéssel szórakoztatják. A mozi gyerekmegőrzője nagy népszerűségnek örvend a szülők, de különösen a gyerekek körében. Néha csak közelharc árán lehet a kis vendégeket hazatessékelni. Most arra egy 8 forintosat kérek. 10 forintosan. Kérek, akkor 10-eset, igen. Most arra kérek 2-6 forintost az erkére. Hosszú éveken keresztül állandóan csökkent a mozi látogatás. Az utóbbi esztendőkben viszont ismét emelkedik a filmszínházba járók száma. Most arra egy eszes egyet földszinten. Csak most arra. Most arra kérek a 8 forintost. Most arra legyen szíves egyet. Na, még egy utolsó mohikánom, egy darabosan. 12, de semmi jegy. Most arra minden jegyünk el kell, kérem. A közönség szívesen jár moziba, ha a jó film mellett kulturált körülményeket is talál. Sok-sok millió forintot költöttek már eddig is a fővárosi mozik korszerűsítésére. Új mozi viszont csak egyetlen készült, a 10. kerületi Kőbánya. Az utolsó mozi előadás pedig mély régen volt a már végleg bezárt mozikban. Némelyiket talán hamarabb is bezárták, mint szükséges lett volna. November 7-én Győrött megnyitották az ország legkorszerűbb szélesvásznú filmszínházát. A legújabb gépi berendezéssel felszerelt mozi vetítőjébe először fűznek be filmet, és megkezdődik 800 néző számára a vetítés. A városban természetesen van mozi is. Igaz, hogy csak egy, de az páratlanul hatásos, neorealista környezetben.
A nézők itt, mielőtt bejutnak a nézőtérre, már is olyan élményt kaphatnak, amelynél a legrosszabb film is csak jobbat nyújthat.